tisztelt hölgyeim és uraim, de inkább azt hiszem, hogy azt kell mondanom, hogy kedves barátaim. Köszönöm, hogy elfogadtátok kettőnk meghívását. Egy civil kezdeményezésként jött létre ez a találkozó. Szeretettel üdvözlöm körünkben Bajnai Gordon, Magyarország volt miniszterelnökét, jelenleg a 2014 elnöke vagy. Mindjárt nem tudjuk. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, amely úgy jött létre, hogy tudtam, hogy jön Pozsonyba és megy, lesz néhány találkozója Pozsonyban, és mi már régebbről ismerjük egymást, akkor felajánlottuk neki Zsoltival, hogy eljöhetné Dunaszerdahelyre egy beszélgetésre, amelyre meghívnánk néhány barátunkat. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Bindi Zsolt lesz a beszélgető, másik beszélgető partner, aki főleg gazdasági kérdésekről fog beszélni. Én egyetlen egy kérdést tennék fel, aztán átadom a szót Zsoltnak. Délelőtt 11-től 12-ig Robert Fico miniszterelnökkel tejáztál, kávéztál, aztán pedig Sólyom Lászlóval, a Híd frakció vezetőjével, azért nem Bugár Bélával, mert Sólymos, bocsánat. Sólyomot mondtam? Igen. Mit jelent ez, Huncsik, pszichiáter? Szervusztok, gyertek! Parancsoljatok! Azért nem Bugár Bélával, mert egy tragikus eset történt a Bugár családban, és Béla nem tudott részt venni a találkozón. És még pár mondatban, hogy nagyjából kikülnek itt, azon kívül, hogy a barátaim, látok itt volt nagyköveteket, regnáló politikusokat ellenzékben, több egyetemi tanárt, fiatal közgazdászokat, bankfiók vezetőket, vállalkozókat, és ha ez a válaszom nem elégítette ki a kíváncsiságodat, majd megkérdezed, hogy még kikülnek itt őket, jó? Tehát az első kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan értékeled a Ficóval és a Híddal való mai találkozódat. Először is jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást nektek, meg igazán megtisztelő, hogy ilyen sokan kíváncsiak erre a beszélgetésre. Igyekszünk mindenkinek minden kérdésére válaszolni, aztán lesz lehetőség arra, hogy a közönségből bőven kérdezzen. Ugye ez volt a cél. Bátor vagy, kemény kérdéseket fogsz kapni tőle. Így szoktuk. A mai találkozó. Van ennek hagyománya vagy előzménye? Végül is kollégák voltunk ugye Robert Ficóval 2009-10-ben, amikor én voltam Magyarország miniszterelnöke, és hát mondjuk akkor voltak éles csörteink is, talán nyilván mindenki emlékszik rá a Széchenyi találkozó környékén. És de annak ellenére, hogy ott egy nagyon éles és feszült helyzet volt az általad akaratlanul említett Sólyom László látogatása, illetve a nyelvtörvény kapcsán is. Én azt gondolom, hogy akkor is valamilyen módon legalábbis egy mederbe tudtuk terelni, egy csatornába tudtuk terelni azt a feszültséget, és azóta pedig van egy jó beszélő viszony. Többször is találkoztunk már, legutóbb, mikor januárban Budapesten járt, akkor találkoztam vele ott. Most pedig, hogy jöttem Pozsonyba, jeleztem, hogy jövök, és rögtön ajánlotta, hogy akkor találkozunk, úgyhogy majdnem egy órát beszélgettünk ma. Sok mindenről én szóba hoztam több témát, ami biztos ma is szóba fog kerülni. Az egyik kérdéskör az volt, hogy a magyar-szlovák viszonylatban, illetve még fontosabbként a szlovákiai magyarok vonatkozásában milyen aktuális ügyek vannak. Megköszöntem neki a Seje Egyetemnek a akkreditáció meghosszabbítását, ezt még januárban én is kértem tőle, amikor Pesten járt, és azóta úgy tűnik, hogy ez legalábbis egy időre most megoldódott. Ezt megköszöntem neki, említettem neki a vasúti helységnévtáblák, kétnyelvű helységnévtáblák ügyét, amely azóta is még folyamatban van. Általában beszéltünk a két ország viszonyáról, ami mostanában egy feszültségmentesebbnek tűnik, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt.
És hát persze ez egy törékeny egyensúly, erre vigyázni kell. Másrészt meg beszéltünk gazdaságról, válságkezelésről. Én azt láttam, hogy a miniszterelnök urat nagyon érdekli a foglalkoztatás és a munkanélküliség kérdése. Mi mit csináltunk annak idején, milyen kezdeményezéseket tettünk annak érdekében, hogy a válságban ne szaladjon el túlzottan a munkanélküliség. Erről beszélgettünk még hosszabban, meg hát az európai helyzetről is. Szóval elég sok mindent érintettünk, de hát volt majdnem egy órán. Közép-Európában, azt mondtam, hogy a hídról is beszélj, arra kértelek, Közép-Európában még ápolsz ilyen miniszterelnöki szintű baráti vagy kommunikációs kapcsolatokat, kikkel Közép-Európában? Hát ugye vannak hivatalban lévő kollégák, akik már akkor is kollégák voltak, Donald Tuskkal szoktam időről időre informálisan, ha éppen arra van dolgom, akkor beszélni. Werner Faymannal Ausztriában. Hát a Csehországban ugye az én kollégám Jan Fischer volt, aki aztán elment az EBRD-hez, aztán onnan visszajött elnökjelöltnek, de nem nyert. Ővel nem találkoztam most az elmúlt években. Szóval úgy igyekszem tartani a kapcsolatot, de ez így normális. Persze. A hídról. Hát általában beszéltünk belpolitikáról természetesen Fico miniszterelnök úrra. Ő azt mondta nekem, hogy látja, figyeli a híd erőfeszítéseit, tud arról a javaslatról, amit a híd nyújtott be a parlamentbe, a kétnyelvű helységtáblák, vasúti helységtáblák ügyében. Általában is azt gondolom, hogy ő egy stratégiailag fontos pártnak tekinti a hidat. Nem is az érdekelt, hogy minek tekinti a hidat a hídszor, nem akarom kérni, de hogy a híd frakció vezetőjével találkozott. Ja. Hát ugye a sajnálatos családi eset miatt Bugár Bélával nem személyesen nem tudtam találkozni, de nagyon jót beszélgettünk Solymosi úrra, és több témát érintettünk. Az első nemzetpolitika, és ebben mi az együtt 2014 szövetség álláspontja. Itt ebben elég sok félreértés van, nem a híd környéken, hanem úgy látom a közvéleményben. Rögtön, ahogy megalakult az együtt 2014, még tavaly október 23-a után közzétettük azokat az alapelveket, amire mi Magyarországon építeni szeretnénk egy új politikai korszakot. Mert az, ami meggyőződésünk, hogy nem egyszerűen kormányváltás kell Magyarországon, és most erről nem is beszélnék hosszabban, hanem korszakváltás. Tehát meg kell újítani a magyar politikát sok szempontból. És ennek a megújulásnak az egyik pillére az, hogy a nemzetpolitikát és a határon túl élő nemzettársainkkal kapcsolatos viszonyt hogyan akarjuk új alapokra helyezni. És ebben néhány új alapelvet gondolok én érvényesíteni. Ha ez érdekes, akkor ha erre vonatkozott hát, a kérdés. Erről tárgyaltál a Solymosi. Erről beszéltünk. Egyrészt világosá tettük, hogy a mi álláspontunk az, hogy végre nyugvó pontra kell hozni a kettős állampolgárság kérdését. Ez az elmúlt 10 évben a legfájóbb sebet ütötte a magyarság, most a magyarságot összértelemben gondolom testén, a legélesebben megosztó kérdésé vált. Jogot vissza nem veszünk ez a jelszó ebben a kérdésben. Bárki bármit gondol, ebben azt gondolom, hogy most nagyjából létrejött egy nemzeti konszenzus a kettős állampolgárság ügyében, legalábbis határon belül, és azt gondolom a határon túliak vonatkozásában is, hogy az önálluk is. Jogot vissza nem veszünk a kettős állampolgárság kérdését, sőt én azt gondolom, hogy a hozzá kapcsolódó szavazati jog kérdését sem kell bántani többé. Ebben történt egy döntés, amit a parlament elsöprő többsége meghozott. Ennek így kell folytatódni már, nem lehet ezt megkérdőjelezni, és nem szabad újra megosztó kérdésé tenni ezt. Itt van még néhány üres szét, csak a hölgyeknek mondom. Igen, én is. Edi, gyertek, vihetek Lajoska. Ott is van még bent. Tartunk egy fél perc szünetet, hogy üljetek le, ott is vannak bent székek. Gyertek, nekem végigállni. A híddal való tárgyaláson szóba jött az, hogy
hogy a te pártodban, te személy szerint szintén nemzetstratégiai veszélynek látjátok a hidat, vagy nem? Mulac ezen ez. Martonyi János, még külügyminiszter úr mondta. Akkor komolyabb arcot vág. Ezt én butaságnak tartom, de ez következik abból abból, amit én gondolok általában az új alapelvek között. Az első az, hogy végre ebben is teremtsünk nyugalmat és békét. A második az, és ez rögtön válasz erre a kérdésre, hogy én azt gondolom, hogy a mindenkori magyar kormány tevékenységét az minősíti, hogy az, amit ő csinál, attól a határon túl élő magyaroknak jobb lesz, vagy rosszabb lesz. Ez az egyetlen mércé van annak, amit egy kormány csinál. Nem az, hogy éppen hogy csörteti a kardját, vagy éppen a háttérben politizál, hogy milyen zászlókat lenget. Ennek lehet helye, van, amikor helye van, és van, amikor meg másfajta magatartásnak van helye. Mindig az a helyzethez illően kell a kormánynak politizálni, de a cél és a mérce az kell, hogy legyen, hogy jobb lesz a magyaroknak, vagy nem a határon túl. Jobban lehet-e magyarnak megmaradni, és magyarként boldogulni az adott országban? Ez a mércéje. Ebből az is következik, megyek tovább az elveken, hogy a mindenkori magyar kormánynak az adott országban élő magyarság legitim, valódi támogatottsággal rendelkező szervezeteit kell támogatni. Ilyen értelemben önrendelkezési joga kell, hogy legyen a magyaroknak a saját életükben, a magyar kormány felé is. Tehát akinek támogatottsága van egy adott országban, ha egy, akkor egynek, mert Romániában azért meglehetősen domináns az RMDS a mellé mesterségesen épített pártokhoz képest. Ha pedig kettő vagy több szereplő van, akkor a támogatottság arányában, de mindenkivel konzultálni kell, és mindenkinek a véleményét figyelembe kell venni. Ebből a szempontból ugye szóba jött a hídnak a 150 ezerre becsült szavazata, az MKP-nak, ha jól tudom, olyan 100 ezer körül szavazata volt. Mindkettő jelentős. Mindkettő jelentős, arányaiban egyik sem domináns, itt akkor két szereplőnek a véleményét kell folyamatosan beépíteni a magyar kormány politikájába, velük kell egy kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolni. Én egyébként a mai utam kapcsán Verényi úrhoz is bejelentkeztem, de ő végül nem azt jelezte, hogy nem kíván találkozni, mert úgy gondolja, hogy a magyar belpolitikai események miatt nem akar találkozni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ha jelentős támogatottság van egy szervezetnek, akkor velük párbeszédbe kell lenni a magyar kormánynak. Sőt, abban kell változtatni, és ez is egy új korszak alapelve, hogy arra kell és úgy kell adni a támogatást politikai, anyagi és más értelemben is, amire az itt élők, ha most Szlovákiáról beszélünk, az itt élők legitim szervezetei kérik. Nem kell ehhez mesterségesen új csatornákat létrehozni, új szervezeteket létrehozni, azokkal kell együttműködni, akik vannak, akik szervesen vannak és támogatottsággal bírnak. Ez is egy fontos alapelv. Egy pillanatra, amíg visszamegyünk a kettős állampolgársághoz, akkor van még elv, vagy kockázat. Az egyik, hogy a szavazati jogból két kockázat fakad. Az egyik, hogyha az a gyanú alakulhat ki Magyarországon, hogy a kettős állampolgársággal rendelkezők szavazatait manipulációra akarják használni. Ugye volt egy ilyen kezdeményezés a parlamentben, ami ezt a kockázatot vetette föl néhány hete, ami a névjegyzék titkosítását és a levélben küldhető szavazatokat vetette föl. Ez máig sincs megnyugtatóan rendezve. Ez elképzelhetetlen éket verne megint magyarok és magyarok közé, ha azt éreznék a Magyarországon élő magyarok, hogy manipuláltan dőlnek el a dolgok a szavazáson Magyarországon. Erre nagyon kell vigyázni, hogy átlátható és tiszta legyen ez a fajta külhoni szavazatgyakorlás. A harmadik dolog még a kettős állampolgársághoz kapcsolódóan, hogy van egy nagyon nagy veszély. Ugye a politika, a politikus, hát a természetén és érdekeinél fogva odafordul szívesen, oda koncentrál, ahonnan szavazatot remél. Na most néhány százezren vették föl a kettős állampolgárságot, és váltak ezzel Magyarországon is szavazóvá, de hát ugye sok millió magyar van, aki határon túl él valahol. Nagyon vigyázni kell, hogy nehogy az legyen, hogy van A kategóriás külhoni magyar, meg B kategóriás határon túli magyar, mert hogy akinek nincs szavazójoga, azzal nem foglalkozik a magyar kormány, vagy arra nem koncentrál annyira. Ez súlyos hiba, politika értelmet bűn lenne.
hiszen úgy attól, hogy valaki fölveszi vagy nem veszi fel a kettős állampolgárságot, attól ő még ugyanúgy a magyar kormány figyelmére, támogatására kell, hogy számíthasson. Tehát ebben nem lehet különbséget tenni ez szerint. Ez egy valódi veszély is, mert most már kezdem belülről ismerni a politika természetét, és félek, hogy nehogy ilyen folyamatok alakuljanak ki. És a negyedik ebben a vonatkozásban, hogy ami szintén egy új korszak elve kell, hogy legyen, hogy a belpolitikai megosztottságot nem szabad exportálni a külhoni magyarok közé, mert ez egy nemzeti konszenzus kérdése kell, hogy legyen, hogy őket hogyan segítjük, támogatjuk az előbb elmondott elvek szerint. Ebben is súlyos problémát látok. Azt látom, hogy a magyar belpolitikai megosztottság tudatos, szándékos exportja az, mintha még erősödött volna is az elmúlt években. Erdélyben is látszik ez, és azt gondolom, hogy Szlovákiában is tetten érhető. Arra ugye, ezek nem üres szavak, hogy akarod ezt megoldani? Nekem ez üres szólam. Hát mindaddig üres szólam, amíg az embernek nincs hatalma hozzá, hogy ezt megtegye. Én azt gondolom, hogy ilyen... Úgy gondolod a parlamentben, vagy milyen hatalomra gondolsz? Hát végrehajtó hatalom kell ahhoz, hogy az ember ezeket az elveket érvényesítse, illetve a végrehajtó hatalom birtokában meg kell próbálni ezt egy politikai normává tenni, és megegyezni a mindenkori egy ellenzékkel. Éppen azért, mert nemzeti konszenzus ügyről van szó, mert olyan ügyről van szó, amely nem 4 évre kell, hogy szóljon, hanem alapelve kell, hogy legyen egy politikai korszaknak. Ezért ebben én nagyon szorgalmaznék. Egyébként jó néhány ilyen ügy van még, csak azok inkább belpolitikaiak, ezért most nem megyek bele, amelyekben egyfajta nemzeti normát, alapelveket kellene lefektetni a meghatározó a középpártjainak, és azokban egyet kéne érteni, és ha ez a megegyezés megvan, akkor ezen keretek között mehet a verseny, de ezekben az ügyekben egyet kellene érteni. Ez végrehajtó hatalom kell, és abban viszont úgy kell viselkedni, ezeket az elveket követi, és mintát ad hosszú távon. Igen, most hirtelen az jut eszembe, hogy valamikor össze voltunk együtt Nagyváradon Markó Béláéknál. Szeptemberben, ugye? Igen. Ott az, amit most elmondtál, teljesen másként visszhangzott. Itt most egy olyan térben beszélt, ahogy egy pillanatilag a szlovák jogalkotás miatt ez érvénytelen, kevésbé érdekes, nem érzelmileg kevésbé érdekes, de hát ezzel teljesen tisztában vagy. És én a magánvéleményemet mondhatom, nem is reménykedem abba, hogy a szlovák politika, a mindenkori szlovák politika legalább 10-20 éven belül olyan empátiával viseltetne a magyar kérdés, az összmagyar kérdés iránt, hogy itt olyan típusú állampolgárságot adna meg az állampolgárainak, vagy a polgároknak, mint Románia vagy Szerbia. Tehát ezek jöttek szóba, ezek szerint Robert Ficóval és a frakcióvezető úrral. Ezek csak a híd. Solymos úrral folytatott beszélgetésen. Még valamit hozzátenne, vagy átadhatom a szót Zsoltjának? Mehetünk. Azért szeretném kielégíteni azon barátaim igényét, akiket úgy hívtunk meg, hogy egy jó gazdasági eszmefuttatásról is szó lesz a nemzeti kérdéseken. Meg ez visszatérünk azért, ne. Amennyiben ismét szót kapsz, Laci. Zoli, gyere, tehát, Gyula, itt vannak helyen. Én úgy gondolom, hogy minket ugye legjobban érdekel a határmenti gazdasági együttműködés, és mielőtt rátérnénk erre a kérdéskörre, mégis érdekelne, hogy hogy látod Európa helyzetét, gazdasági helyzetét. Beszélhetünk-e esetleg a globalizáció bosszújáról, mikor a világgazdaságban azt mondjuk, hogy a források felhasználása ugye áthelyeződik a fejlődő és a fejlett országokból a fejlődő országokba. Itt Kínára és Indiára gondolok elsősorban. Ott épülnek a gyárak, oda helyeződik át ugye a munkahelyteremtés. Amerika ebben próbál valamilyen szinten még ebben a versenyben részt venni, ami a kutatásfejlesztést illeti. Kérdés az, hogy Európának hol van a helye a jövőben. Európa válsága az nem 2008-ban kezdődött, csak akkor vált nyilvánvalóvá. Európa válsága jóval korábban kezdődött, azzal, amit én is a globalizáció bosszújának írtam le egyszer egy tanulmányban. Lényegében a globalizációnak először nyertese volt a fejlett világ, hiszen olcsóbbak lettek az áruk attól, hogy Kínában meg Indiában állították őket elő. És amíg a rengeteg hitel, a hitelbőség elfedte azt, hogy valójában a munkahelyek is elmentek, az alacsony képzettségű munkahelyek is elmentek, és hogy egy óriási buborék alakult ki, ami mögött óriási potenciális munkanélküliség volt,
ezt elfették a hitelek, majd amikor hirtelen elfogytak a hitek, akkor kiderült, hogy rengeteg embernek nincs munkája Európában. Amerikában sem egyébként, csak ott rugalmasabb a gazdaság. Tehát Európának van egy óriási versenyképességi problémája, ez egyik. A másik pedig, hogy a válság, most a válság kezelésből fakadó válságot kezeljük már, mert annyira felszaladtak az államadósságok, most itt Szlovákiában is az itt szokatlannak tűnő 52% körül van, ez Magyarország persze bármikor boldogan elcserélni ezt a magyar 80% körül közeli mutatóval. 10 év múlva cseréljük. Okay. Szóval, de még nem a régióról akarok beszélni, Európáról. Tehát, hogy elszaladtak a deficitek, és elszaladtak az államadósságok. Ezért most Európának egyszerre két dolgot kell csinálnia. Egyik oldalról helyre kell állítani a versenyképességét, erre azt mondják, hogy szerkezeti reformokat kell csinálni. Ez úgy jól hangzik közgazdászoknak, ez olyan szép szó. Másrészt meg azt mondják, hogy takarékosan kell gazdálkodni. Hát ez is jól hangzik, az olyan tisztes polgári erény a takarékosság. De mit jelent ez politikai értelemben? A szerkezeti reform az azt jelenti, hogy azt kérjük a választóktól, hogy alapvetően változtassátok meg azt, ahogy éltek. A takarékosság meg magyarul azt jelenti, hogy adjatok vissza pénzt abból, amit már megszoktatok. Na ez a két dolog, amit a választók legjobban utálnak. Megváltoztatni azt, ahogy élnek, és visszaadni pénzt. Ez orvosi kategória, nem? Igen. Na most éppen ezért az, ami Európában zajlik, ez a válságkezelés, ez nemzeti szinten folyamatos politikai válságot hoz létre. Ezért gyakorlatilag a válság kitörése óta 27 országból, most körülbelül 20-ban már kormányváltás volt az elmúlt 3-4 évben. Volt ahol már többször is. Emiatt van egy politikai instabilitás. Másrészt van egy óriási veszély, ami egész Európát fenyegeti, de eltérő mértékben a különböző országokat. A válság előtt az olcsó hitelek és az új munkahelyek miatt az előző 20-30 évben Európában 10 milliók, a fejlett világban 100 milliók emelkedtek föl a szegény státuszból a alsó-közép-középosztálybeli státuszba. És most két dolog tűnt el, az olcsó hitelek, meg az új munkahelyek. És ezért az a veszély, hogy ezek a 10 milliók most visszacsúsznak a középosztályból a szegény státuszba. És ennek egy óriási problémája van, egy híres angol történész mondta egyszer, hogy nem azok csinálják a forradalmakat, akik szegények, hanem akik csalódnak. Ez a 30-as éveknek ugye a rossz értelemben vett receptje, jelensége. Most elképesztő mennyiségű csalódott ember van a fejlett világban is, Amerikában is egyébként, de az egy más kultúra, más gazdaság, és ott már gyorsabban jönnek ki a válságból. És Európa déli részében elképesztő mennyiségű csalódott ember van. Görögországban, de nem csak ott, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában. És ez egy nagyon nehéz politikai feladat elé állítja Európát. Én azt gondolom, hogy az várható, hogy Európa, a hagyományos Európa, tehát a mi régiónk nélkül számított Európa, az várhatóan legalább két felé szakad a következő időszakban fejlődési értelemben. Ez nem feltétlenül jogi szakadást jelent. Lesz egy viszonylag gyorsan fejlődő és gyorsabban integrálódó centrum. Ez a centrum valójában a Németországot és az északi országokat jelenti. Skandináviát, Hollandiát, Belgiumot. Stb. És lesz egy még hosszú évekig a saját maga versenyképességének helyreállításával, a gazdaságának a valamilyen menedzsmentjével foglalkozó déli országokat jelenti, egyszerűen fogalmazva. És ezeknek a pályája nagyon eltérhet el egymástól. Tulajdonképpen nyílni fog az olló Európa országai, vagy két fele között. Itt van néhány ország, akinek egzisztenciális kérdéseket kell megválaszolni. Arra mindjárt kitérek. De először látni, Németországnak el kell dönteni, hogy ő Európa vezetője, vagy az északi féltekének a vezetője. Franciaországnak egy alapvető kérdést kell megválaszolni. Azt, hogy ő Európa északi feléhez tartozik, vagy a déli feléhez. Ha északi feléhez tartozik, akkor egy nagyon kemény szerkezeti reformcsomagot kell végigcsinálni, ha meg a déli feléhez, akkor attól tartok, hogy
elmaradnak ezek a reformok, viszont akkor Franciaország előbb-utóbb nehezebb gazdasági helyzetbe került, és ez egy nagyon nehéz politikai krízis, ami Franciaországban ott lappang ebben a vonatkozásban. Angliának el kell dönteni, hogy ő Európa legnyugatibb, legatlantibb, inkább így mondom, része, vagy Európa legközelebbi szomszédja, külső szomszédja. Anglia ugye erre a döntésre készül, ott a populizmusnak ez a sajátos formája van erősödőben. És hát nekünk is itt ebben a régióban minden egyes országnak tudatosan vagy sodródó módon, de döntéseket kell hozni, vagy döntések hozódnak, ha nem hozunk akkor is. Hiszen ezek az országok sokkal jobb adottságokkal rendelkeznek, mondjuk a visegrádi négyekről, ha beszélünk, mint a déli országok. Sokkal iparosodottabbak vagyunk, magasabb ipari kultúránk van, sokkal versenyképesebbek vagyunk. Szlovákia kivételével a másik három ország az eurózónában sincs bekötve, tehát ez a rugalmasságát növeli, más szempontból persze a kiszolgáltatottságát is. Ezt mondom, igen, a kockázatát is, tehát egy kétélű dolog. De az eurótól eltekintve ezek az országok Európa ilyen termelő ipari övezetévé váltak az elmúlt 20 évben. Tulajdonképpen az európai cégek már nem szaladtak el sok esetben Kínáig, hanem idáig. Itt már elég olcsó munkaerőt találtak, és sokkal jobb logisztikát, sokkal jobban képzett embereket, jobb munkakultúrát ide jöttek. Ezért nekünk sokkal jobbak az adottságaink alapesetben, mint a déli országoké. Nekünk van esélyünk, hogy a fejlettebb centrumba akasszuk be a csákjánkat, és velük menjünk, de ez az egyes országok sikeres vagy sikertelen politikáján, gazdaságpolitikáján fog múlni. Ebből a szempontból Szlovákiában nagyon fontos dolgok történtek a 2000-es évek eleje óta, amelyek Szlovákiát egyértelműen elindították egy felfelé menő úton, és ebben, bár tudom, hogy sok vita van, de lényegesen ezt nem rontotta el senki az elmúlt 10 évben, azt hiszem. Volt, ami rontotta a növekedési potenciált, volt, ami javította, de összességében Szlovákia most egy ilyen hosszabb időtávú és nemzetközi összehasonlításban egy jó pályán halad. Lengyelország az, aki még megtáltosodott az elmúlt 5 évben, és az egy egyértelmű sikersztori, amit ott a Tusk kormány csinált. Csehországban egy nehéz átalakulásban vannak, de azt gondolom, hogy ők olyan mértékig beágyazottak a német gazdaságba, hogy ott én gazdasági problémát nem látok. Magyarországon pedig nagyon jól indult Magyarország az első 10 évben, az első hosszú évtizedben 89-től 2001-ig, és a 2001-től mondjuk 2008-ig terjedő időszakban meg jelentősen romlott Magyarország. A magyar első 10 év és a szlovák második 10 évben kellett volna összekötni. Igen, lehet így mondani. Jó ország. Lehet így mondani. És aztán történt a válságban történt Magyarországon egy stabilizáció, és utána pedig, amikor kinyílt az út, hogy merre megyünk tovább, és én megint csak most, ha a kérdés van, belemegyek, nem akarok belemenni, de azt gondolom, hogy most viszonylag rossz, nem viszonylag, nagyon rossz irányban megy Magyarország az elmúlt 3 évben gazdaságpolitikai szempontból is. Ezt a Zsoltira bízom. Tehát Európa és Európán belül ugye a régiónk helyzetét valamelyest felvázoltad. Említetted, hogy sikerült azért egy reál konvergenciát elérni ezeknek a kelet-európai, mondjuk így posztkommunista országoknak. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy ez a konvergencia, ez inkább a város és a vidék kettőségét még jobban kiélezte. Egy olyan mutatókra is szeretnék kitérni, ami esetleg Németország és még Spanyolország, Franciaországnál is a város és a vidék fejlettségi szintje között egy másfél szerese a város javára. Ugyanakkor Magyarország, Szlovákia tekintetében ez 2,7-2,6-szorosa. Tehát sokkal fejlettebb városaink vannak, sokkal elmaradottabb a vidék, tehát ez a konvergencia ezek szerint nagyon extenzív volt, tehát mennyiségi és nem volt minőségi. Ezen hogyan lehetne esetleg a jövőben javítani? Van erre recept? És még egy aspektusból felvetném ezt a dolgot. Van egy a közgazdaságtanban gazdasági fejlődéssel foglalkozó szakemberek ismerik a Kuznets-Williamson tételt, ami nagyjából arról szól, hogy a felzárkózó országoknál, amikor beindul a felzárkózás folyamat, akkor az első időszakban, amíg el nem érik a megcélzott régió 75-80%-át GDP per fő alapon,
addig a regionális különbségek és a társadalmi különbségek nőnek, miközben az ország egészen nagyon gyorsan közeledik, miközben az országon belül kettészakadás figyelhető meg. Ez egy viszonylag ismert tétel, tehát ez nem rólunk szól csak, hanem ez egy megfigyelt törvényszerűség. Ez konkrétan én ugye a magyar számokat ismerem sokkal jobban. Budapest az Európai Unió átlagos GDP per fő alapú fejlettségének a 125%-a körül van, tehát lényegesen fejlettebb, mint az Európai Unió azon átlaga. 176. És a naplán. Kártyázatok fő. Igen. És ekközben mondjuk az észak-magyarországi régió, ami ugye itt határos a Szlovákiának is a szegényebb területeivel, az olyan 41-42%-án van az Európai Unió átlagos fejlettségének. És ezek a számok részben attól javultak, hogy Bulgária meg Románia csatlakozott és lehúzta az EU átlagot egy kicsit. Tehát valójában nem történt nagy fejlődés. De egy országon belül, ugyanaz, amit te mondasz, van jelen a 41-42% meg a 125%. Ez elképesztő különbség. És ebben a 41-42%-ban benne van Miskolc, vagy Eger is. Tehát ennél még sokkal rosszabb a helyzet, ha kimegyünk a falvakba. Szlovákiára ugyanez igaz, akár kelet-nyugat vonatkozásában, akár nagyobb város, kisebb település vonatkozásában, amennyire ismerem. Úgyhogy, és van egy másik dolog, hogy legalábbis Magyarország vonatkozásában azt is tudom mondani, hogy szerintem a rendszerváltozás óta eltelt 20 év egyik legnagyobb kudarc területe az a mezőgazdaság átalakulása. Ugye elképesztő munkahelyvesztést szenvedett el Magyarország, de azt hiszem talán Szlovákia is, a mezőgazdaság spontán privatizációja, bizonyos értelemben szétverése, és aztán folyamatosan, ebben a politikának döntő szerepe volt, mert folyamatosan a koalíciós alkukban mindig a mezőgazdaságot áldozták föl valamilyen módon. Már Magyarországon a kisgazdákkal... Koalíciós, az Európai Unió csatlakozási alkuk is. Én azt látom, hogy az Európai Uniós csatlakozás óta Magyarországon a mezőgazdaságban a korábbinál sokkal több pénz áramlott be, és bizonyos részágazatai, részterületei, szektorai a mezőgazdaságnak azok sokkal jövedelmezőbbé váltak, mint korábban. Egy nagyon gyors ütemű gépesítés, technológiai fejlődés valósult meg Magyarországon a nagyüzemi növénytermesztésben és az állattenyésztésben. De a munkahely, a sok munkahelyet teremtő kertészkedés, meg ilyesmi, gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, abban nincs előrelépés, és ezért ma ilyen kicsit ilyen indián rezervátumok vannak Magyarországon, hogy a falvakban ott élnek az emberek, de a föld körülötte nem az övék, és nem ők dolgoznak rajta. És ez egy gyakorlatilag kiürülő, előregedő, tönkremenő, elnyomorodó településeket hoz létre Magyarország számos részében, és hát amennyire tudom, Szlovákiának is, az ezzel határos dél-kelet-Szlovákiában is. Ez egy óriási probléma. Ezért ha egy kormány ezen változtatni akar, nekem lenne ilyen ambícióm, akkor én itt Csengei Dénes jelszavát mondanám, hogy visszatérve a konvergencia kérdésekre. Egy MDF-es politikus volt, fiataloknak mondom, már nem él. Igen. Csengei Dénes mondta azt, hogy Európába, de mindahányan. Ezt gondolom egyfajta jelszónak arra, hogy hogyan kell a következő 25 évét a rendszerváltozás utáni időszaknak megcélozni. Azt a paradigmát kell újra gondolni, hogy nem elég gyorsan felzárkózni, hanem egybe kell tartani a társadalmat, mert ha nagyon szétszakad, akkor már csak a demokrácia szabályai miatt is már, ha működnek, akkor azok, akik, ha nagyon sokan szakadnak le, akkor ők meg fogják próbálni úgy átalakítani a rendszert, hogy akár a haladás rovására is az újraelosztást erősítsék. Ami bizonyos értelemben Magyarországon bekövetkezett a 2000-es évek környékén, és ez okkal a megtorpanásnak. Ezért a társadalmi szolidaritást úgy kell újjáépíteni, hogy az ne a korlátlanul növelje az állami újraelosztásból, mondjuk egyszerűen a segélyből élők számát növelje, hanem hogy azokat, akik a társadalmi szolidaritásban, segélyben részesülnek, azokat a szolidaritásért cserébe arra kell ösztönözni és segíteni, hogy ők viszont a közös társadalmi céloknak feleljenek meg. Tehát ha tudnak, menjenek el dolgozni, ha nem, akkor keressenek aktívan munkát, menjenek el képzésre,
vagy ha már egyiket sem tudják ők a saját életükben megcsinálni, akkor arra figyeljenek legalább, hogy a gyerekükre ne örökítsék át a szegénységet. Tehát küldjék el iskolába, éljenek a lehetőségekkel, amiket a társadalom nekik fölkínál. Ez most elmentünk egy társadalmi politika irányába a beszélgetésben, de ezt fontosnak tartom leszögezni. A felzárkózás akkor lehet töretlen, ha egyrészt van növekedés egy gazdaságban, Magyarországon ez hiányzik, Szlovákiában megvan. Másrészt, ha ennek a növekedésnek egy részét hatékonyan forgatjuk vissza abba, hogy a társadalom egészet tudjon fölfelé menetelni, és ez egyben stabilizálja is a társadalmat szemben azzal, amit most a szétesés okoz.